Az első betegünk az október 17-én lett felvéve a megyei infektológiai kórházba betegként. A tünetei voltak azok a következők: torokfájás, magasláz, mivel hogy rosszul érezte magát a diák, ez egy külföldi diák, amelyik az orvosi egyetemnek a második a külföldiek karán tanul, és ezekkel a tünetekkel egy laborvizsgálatot szeretett volna elvégeztetni magának. Szerencsére a labororvos felajánlotta, hogy nem csak vérképet csinál, hanem hogy fáj a torka, kenetet vesz az orrból és torokból, és így lett az, hogy egy pozitív diftériás növekedést találtunk, és ezekkel a tünetekkel, és ezzel a labor eredménnyel felvettük őt a megyei infektológiai kórházba. Természetesen, mikor ilyen eset történik, akkor meg kell vizsgálni annak a beteg személynek a környezetét, hogy ki volt vele kontaktusban, és felgöngyölíteni az egész szálakat. És így 121 egyént kellett, hogy megvizsgáljunk. Ez sajnálatos módon épp a szabad napokra, szombatra és péntekre került sor, de sikerült nekünk mind a 121 embert megnézni, vagyis neurológus, orrhőgégész és infektológus megvizsgálta a kontakt személyeket. Azoknak a személyeknek, akik egészségileg nem voltak 100%-osan jól, vagyis láttunk, hogy van egy begyulladt torok, vagy bármilyen panasza van, ez 44 személy volt, ezeknek is kenetet vettünk a torkából és az órából, és láttuk, hogy 21-én két személynél már növekedés van a kultúrában, és őket is a megyei infektológiai kórházba kellett hospitalizálni. A következő nap még 12 egyénnek volt pozitív növekedés a bakteriológiai kultúrában, és ezért őket is kórházba vittük, vagyis nem vittük, hanem kórházba helyeztük el. Most, a mai nap, mind a 15 egyének az állapota jó. Sajnálatos módon, ami volt nekünk anatoxinunk, diftériás anatoxinunk, 8 darab, ezt mind a 8-at felhasználtuk. Ezt abban az esetben használjuk, hogyha időben jelentkezik a beteg, és tulajdonképpen az állapota is megkívánja, hogy beadjuk neki. Most segítséget kértünk, most már az Egészségügyi Minisztériumtól, hogy pótolják nekünk ezt a hiányt, mivel hogy vakcinánk diftéria ellen van elegendő a megyébe, de viszont az a gyógyszer, ami magát a betegséget kezeli, az nincsen. Csak a megelőző gyógyszerek, vagyis a vakcinák vannak most. Tulajdonképpen a legjobb módszer védekezni az ilyen betegségtől, ez az oltás. Sajnálatos módon még mindig Kárpátalja lakossága nem akarja megérteni azt, hogy vannak azok az oltószerek, amik megvédenek minket az ilyen betegségektől, például mint a diftéria is. És hogyha belenének oltva, úgy, mint például a környező országokban a lakosai, úgy, mint Magyarország, Szlovákia, hogy a népességnek az átoltottsága körülbelül 95-98%, nálunk pedig 49-53, akkor ilyen esetek nem fordulnának elő. Van egy másik probléma is. Például ezek mind külföldi diákok. Ők Indiából jöttek ide tanulni, és sajnálatos módon annyira liberális most már ezek a zokmányok, amiket le kell nekik adni a felvételi vizsgán kívül, vagyis kérik tőlük, hogy az AIDS, a TBC vizsgálatokon átessenek. És akkor kapnak egy igazolást, hogy ők nem jelentenek bármilyen infektológiai veszélyt itt Ukrajnán. De most lássuk, hogy mégis valószínűleg ezek a személyek nincsenek beoltva, semmiféle ilyen dokumentum nincs nekünk arról, hogy ők nekik meg vannak csinálva a kötelező oltások. Viszont ukrán törvények szerint az az egyén, akiről nem tudunk semmit az oltásáról, azt úgy vesszük, hogy ez egyáltalán nincs beoltva. Vagyis őket most mindet be fogjuk oltani, aki nem beteg természetesen. És az a kampány már elindult. Először is valóban a lakosság felé próbáljuk kommunikálni ezt a helyzetet, hogy ne pánik helyzet legyen.
Első dolog, amit meg kell tenni mindenkinek, akinek nincs meg az oltása, jelentkezni kell oltásokra. És ez nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem ez felnőttekre is vonatkozik, aki az utóbbi 10 évben nem kapta meg a diftéria elleni oltást. Ez már a legjobb, amit meg tudnak tenni. A második, amit okvetlenül oda kell figyelni a lakosságnak. Bárki úgy érzi, hogy ő beteg, hőemelkedése van, fáj a torka, ne próbálkozzon azzal, ami itt eléggé nagy divat, Kárpátalján és Ukrajnában, hogy egyedül próbál kezelést találni a bajára, mert a gyógyszertárban nem vénköteles, nagyon sok gyógyszer nem vénköteles, úgy az antibiotikumok se, és akkor egyedül próbálják orvosolni ezt a dolgot. Ne tegyék most. Orvoshoz jelentkezzenek, az orvos kell, hogy felmérje a státuszát, és eldöntse, hogy alá kell-e vetni egy laboratóriumi vizsgálatnak azt a beteget, vagy nem. Ez a tünetektől függ. Mert ezzel is tudjuk szűkíteni a kört, a betegeknek a körét tulajdonképpen. Nincs kizárva, hogy nagyon sok lakos hordozója ennek a kornak. Tünetei nincsenek. De ha nincsen neki megfelelő immunstátusza, vagyis nincsenek a kötelező oltások, akkor ő nyugodtan lehet hordozója is ennek a problémának, ennek a betegségnek. Az, hogy a médiában elhangzanak ezek a felhívások, hogy jelentkezzenek az oltásra a lakosság, úgy néz ki, hogy effektívek. És a tegnapi nap alatt Ungváron 1000 lakos jelentkezett oltásra. Mi látva, hogy így megnövekedett ez a kedv, hogy hát megkapják az oltásokat, pluszban több mint 53 ezer diftéria elleni oltószert osztottunk ki a Kárpátalja lakosságának az oltására. Ez gyakorlatilag minden lakótelepülésen, ahol van a családorvosi rendelő, vagy ahol van ez a felcseri központ, ott mindenki megkaphassa. Vakcina van elegendő.